Alapvetően az a célunk, hogy a kecskeméti meccsről beszéljünk, hogy milyen várakozások vannak bennetek, milyen esélyt láttok, de azért térjünk vissza egy kicsit a mögöttünk álló Prága elleni meccsre, hiszen régen volt olyan, hogy 4-5 percig színmagyar és nagyon alacsony átlag életkorú csapat volt fenn a pályán, ráadásul nem, hogy csökkent volna az előny, hanem még rá is tettetek egy lapáttal, szemmel láthatóan élveztétek a játékot. Hogy értette meg ezt? Így van, szerintem mindenki élvezte a pályán a játékot, aki fenn volt. Ez még egy plusz dolog volt, hogy hozzá tudtunk tenni a mérkőzéshez pontokban is. Szóval ezt így kell csinálni tovább, és küzdeni hajtani. Beszélgettetek róla a meccs után? Úgy jó volt a hangulat a többiekkel, fiatalokkal? Nem beszélgettünk róla, de látszott mindenki, hogy boldog. Szóval ennyi. No, hát akkor boldogok lehetünk-e vajon Kecskeméten majd pénteken este? Mit gondolsz, hogy készülsz erre a meccsre? Sokszor voltunk mostanában Kecskeméten, és nem túl sok babér termett. Hát igen, ahogy mondom, nem túl sok babér termett, illetve ebben a szezonban se termett sok csapatnak babér ott, hiszen ha jól tudom, akkor 6 egyen állnak otthon, és abból egyedül csak a Szolnoktól kaptak ki. Kecskeméten ugye együtt van már a csapat sok-sok éve, illetve a Malaga minden évben csak egy-két új játékos érkezett, szóval egy összeszakott csapatról beszélünk, mindenképpen egy csapatjátékkal, jó védekezéssel és okos támadásokat fogunk győzni Kecskeméten. Azért kicsit más talán most az idei csapatunk, mint ami az elmúlt szezonban, amelyik gárda nagyon sokszor ott megfordult a rájátszásban. Mit gondolsz esetleg, mennyivel lehet több esély, vagy mi az, amivel másképp játszik ez a csapat most? Szerintem ez egy tapasztaltabb csapat, ugye tavaly csak elsévesek voltak, szóval úgy gondolom, hogy ez a tapasztalat segíthet nekünk abban, hogy idén több mérkőzés el tudjunk hozni, amikor idegenbe játszunk.